Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai napon, és külön szeretném köszönetemet kifejezni előadóinknak, Kovács Istvánnak, Roman Kovalszkinak és Pálfalvi Lajosnak, hogy elfogadták felkérésünket. A Habsburg Történeti Intézet az első világháborús centenári emlékbizottsággal közösen egy több részből álló előadássorozatot szervez a nagyháború 100. évfordulója alkalmából. 2013. november 11-12-én egy nagyobb nemzetközi konferencia keretében több téma előkerült, és mi tulajdonképpen ezekre próbálunk ráfókuszálni és további elemzés alá venni. Eddig két hasonló rendezvényünk volt, az egyik az Osztrák-Magyar Monarchiát tekintette végig, a másik pedig Németországot. Rendezvényünk mostani témája, ahogy a plakátokon, meghívókon is szerepelt, Lengyelország, a felosztott Lengyelország az első világháborút megelőzően. Tulajdonképpen arra keressük a kérdést, hogy a lengyelek három különböző hadseregben harcoltak, sokszor egymás ellen, és mégis pozitívan jöttek ki ebből a politikai helyzetből, hiszen egy újra megalakult Lengyelország, mint állam, és annak ellenére, hogy mind három esetben vesztes hadseregben szerepeltek, de facto Oroszország tekintetében is vesztesnek mondhatóak. Ennek ellenére a széttagolt negatív élményanyagból egy pozitív össznemzeti sikertörténetet tudtak megvalósítani. Akkor először megtekintenénk Thomas Schramnak a 2013. november 11-én megtartott előadásának egy kisebb összefoglalóját, nem a teljes anyagot adjuk le, hanem vágott anyagot. Ennek után pedig minden egyes előadónk egy körülbelül 15-20 perces előadást fog megtartani, ezt követően pedig vita lehetőség lesz, és hogyha marad időnk, akkor még a közönség soraiból is fel lehet tenni kérdéseket, és meg lehet szólalni, hozzá lehet szólni. Akkor kérném a videóanyagnak a levetítését. Polish memory of the First World War is marked by one major fact. Among its results, there was the recovery of the Polish independence. Whipped up from the map of Europe at the end of the 18th century, Poland reappeared on it in 1918. It didn't mean, of course, a simple reconstruction of the former Republic of the Two Nations, neither in its political nor in its territorial form. Nevertheless, it was the fulfillment of the dreams of several generations of Poles, made possible, on one hand, by the unexpected breakdown of all the three powers keeping Polish territories under their rule, and on the other hand, by the constant and multiform national action of Poles. Towards the beginning of the new century, new answers to the old question concerning Polish national programs start to appear. One of them followed the traditional view. What was needed was another anti-Russian uprising. In the conditions of that time, it could be combined with a program of a social revolution. This was the choice of Józef Piłsudski. In parallel, modern political thought was developing based on the Darwinian idea of the competition between nations. The so-called national democrats, and first of all their spiritual leader, Roman Dmowski, so the major danger not in Russians, but in Germans, the latter being superior to Poles by their civilization and organization. Dmowski's hope on the political emancipation of Poland within the Russian Empire proved soon delusive. He left Russia in 1915 and went west when he tried to promote the Polish cause in the eyes of British and French leaders. Their major concern, however, was not to upset their Russian ally, which considered the Polish question its internal affair. Piłsudski's action seemed to be more promising and fruitful. With the help of Austro-Polish politicians, he managed to organize a corps of Polish volunteers named the Legions. For some time, it was the most visible manifestation of the Polish activity and the unique card in Piłsudski's political game. Later, in the independent Poland, and above all under the so-called Sanacja regime, Piłsudski's regime, the Legions were to become the main founding myth. German action in Poland was determined both by the long-distance vision of Mitteleuropa and by the present war necessity,
to explore Polish human and material resources, as well as to some extent by the political rivalry with the Austrian ally. This was the background of the proclamation issued on the 5th of November 1916, in which the two emperors announced the constitution of the Kingdom of Poland. This act was immediately challenged on legal grounds by Russia and her Entente allies. Nevertheless, it was the first initiative of any power, any European power, calling in question the geopolitical order established by the Congress of Vienna. After the revolution in Russia and the fall of the Tsarist regime, Piłsudski realized that the main enemy of Poland was no longer relevant. Therefore, in his great Polish gamble, Germany ceased to be an ally to become an antagonist. Polish claims were recognized by separate declarations, declaration of the Entente leaders, the most important and resonant among them being the 14 points of President Wilson. The 13th point stated, I quote, "An independent Polish state should be erected, which should include the territories inhabited by indisputable Polish populations, which should be assured a free and secure access to the sea, and whose political and economic independence and territorial integrity should be guaranteed by international covenant." It was the 13th point, and on 3rd June 1918, the Conference of Allies, held in Versailles, issued a declaration stating, another quotation, "the creation of a Polish state, united and independent, with a free access to the sea, is one of the conditions of a stable and fair peace and the rule of law in Europe." The Polish question has found its final issue in November 1918. The result of Germany's defeat and of the collapse of Austria-Hungary was the appearance of a political vacuum in Central Europe, immediately filled with some new states, Poland being one of them. German presence in Poland ended suddenly. Its symbol was the spontaneous action of disarming German soldiers by the Warsaw population on November 11th. The year 1914 to 18 are seen by the Poles more as the road to the happy final result than as a part of the common European tragedy. There is another perspective, even less apparent, the reflection on what has been destroyed, meaning not war losses and casualties, but the disappearance of the pre-war Europe, of this Europe which was reminded to us this morning. A few years after the war, a Polish novelist, Juliusz Kadan-Bandrowski, invented the expression which became somehow symbolic when he wrote about the joy to get back our own garbage. The ratio between joy and garbage was shifting. Disillusion and tensions, impossible to avoid, took, among other forms, also that of nostalgia after the Belle Époque, stable and seemingly prosperous. But after all, there is no denying that with the final outcome of the World War I, Poland has gained much more than it has lost. Akkor ezek után beszeretném mutatni először is Kovács István urat, ő fogja először elkezdeni az előadásokat. Kovács István 1968-ban az ELTE történelem lengyel szakán végzett, az egyetem alatt bekapcsolódott a kilencek költői csoportosuláshoz. Ezt követően az MTA kelet-európai irodalmak tanszéki kutatócsoportjában dolgozott, hosszú éven keresztül ezt követően az ELTE lengyel tanszékén tanított, 1992-ben szerezte meg a történettudomány kandidátusra fokozatot. 1990-94 között a Varsói Magyar Nagykövetség kulturális tanácsosa volt,
több alkalommal krakói főkonzul, 1995-ben alapítója, 1999-ig pedig vezetője a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen létrejött lengyel tanszéknek. 2004 és 2012 között a Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének főmunkatársa. Kutatási területe a lengyel történelem és a lengyel-magyar kapcsolatok, ezen kívül jelentős műfordítói tevékenysége is. Akkor ezzel átadnám a szót. Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlöm a hallgatóságot. A nagyháborúról esett itt szó, ez a 19. század lengyel közgondolkodásában, és főleg a lengyel romantikában ez egy pozitív fogalom. És várták a lengyelek a nagyháború kitörését, és abból kifolyólag, hogy 1795-ben a harmadik felosztás során a lengyel-litván államot kiradírozták Európa térképéből. Ezt követően a lengyelek 10 000-ével hulladták vérüket Napóleon zászlai alatt, hiszen Napóleon volt, aki Lengyelország különféle időszakokban, de Lengyelország 3 felosztója ellen háborúzott, méghozzá győztesen. Ugye Ausztria, a Habsburg Birodalom osztotta fel Lengyelországot, Oroszország és a Porosz Királyság. 1815-ben a bécsi kongresszuson, ugye a lengyeleket kibékítendő, létrehoztak egy kis államot a napóleoni Varsói Hercegség középső és keleti részéből, Lengyel Királyság néven. Sajátos államalakulat volt, personál unióban állt az orosz cársággal, az orosz cár egyben lengyel király lett. Önálló liberális alkotmánnyal rendelkezett, saját hadsereggel. Lengyel volt a hivatalos nyelv az oktatásban és a hadseregben is. Az 1830-31-es szabadságharc leverése azonban pontot tett a lengyel királyság sorsára is. A lengyel királyság csak fogalomként létezett a térképen, de hát ennek aztán később még a 20. században ezen a térképen való létezésnek nagy szerepe volt. A lengyelek tisztában voltak azzal a addigi tapasztalataik alapján, hogy Lengyelországnak csak akkor van igazán esélye Európa térképére visszakerülni, ha mind a 3 felosztó hatalom nem csak katonai vereséget szenved kívülről, mert ez ugye korábban megtörtént a napóleoni háborúban, és 1866-ban a két felosztó hatalom háborúzott, Ausztria és Poroszország, de ugye az egyik vereséget szenvedett, ebben semmi jó nem származott a lengyeleknek. Tehát egyszerre kell kívülről katonai vereséget szenvedni, és egyszerre belülről forradalom által szétrobbannia ezeknek a felosztó hatalmaknak. Hát ha belegondolunk a 19. század, 20. század elején, erre valami kevés esélye lehetett volna a lengyeleknek, de ettől függetlenül a lengyelek felkészültek arra, hogyha mégis kínálkozna egy ilyen esély, vagy megközelítőleg egy ilyen esély, hogy háború, európai nagy háború kitör, akkor a lengyelek elsősorban fegyveresen is tudják képviselni magukat. Most két nagy párt alakult ki, aki Lengyelország 20. századi sorsára meghatározó befolyással bírt. Az egyik József Piłsudski személyhez kapcsolódik, aki a Lengyel Szocialista Pártnak a tagja volt, börtön, szibériai számüzetést szenvedett, azt lehet mondani, hogy tehát a Szocialista Párt minden ranglétráját végigjárta. Piłsudski egyszerűen a munkásosztályban látta azt az erőt, amelyik Lengyelország helyreállításában döntő és elhatározó módon részt vehet, és ezért Piłsudski természetesen szakított azokkal a szocialista párti eszmékkel, hogy nincs szükség nemzetállamokra, mert majd a világproletáriátus állama meg fog oldani minden gondot. Ő létrehozta a szocialista párton belül is a forradalmi frakciót, ha kellett, terrorista posztarablásokat is végzett, paramilitáris alakulatokat szervezett már az 1905-7-es forradalom alatt is, posztos rendőrökkel is végzett. Tehát a terrorizmus minden ágát üsztett Piłsudski, de rájött arra, hogy hát ez se dönti meg Oroszországot, és ezért a működésének a terét áttette a Habsburg Birodalom területére, méghozzá Galíciába.
Az osztrák-magyar monarchia is tudta, hogy előbb-utóbb a háború kirobban Ausztria és Oroszország, illetve a központi hatalmak és az Antant között, tehát engedte azt, hogy paramilitáris alakulatok szerveződjenek a területén Piłsudski vezetésével, de nem csak Piłsudski szervezte ezeket, hanem a Lengyelország későbbi történetében olyan meghatározó szerepet játszó egyén is, mint például Władysław Sikorski vagy Kazimierz Sosnkovski, különféle fegyveres paramilitáris lövészegyleteket szerveztek. A leghatározottabb elképzelése természetesen Lengyelország jövőjéről egyrészt Piłsudskinak volt, másrészt pedig, szintén Oroszország területén itt erről esett szó, szerveződött egy párt, a Lengyel Demokrácia nevű párt, amelynek a vezetője egy nagyon intelligens, okos ember volt, Roman Dmowski, költő is volt, meg színházi szakember is, biológia szakot végzett. Végre egy politikus, aki nem történelmet és jogászatot művelt. És ő először rettenetesen orosz ellenes ideológiával lépett a politikai cselekvés porondjára. Azt is lehet mondani, hogy nacionalista eszmék hatották át, kifejtette azt, hogy a jövendő lengyel államban csak lengyelek kezében lehet a hatalom, és csak a lengyelek dönthetnek saját sorsukról. De a 1890-es évek végén a századfordulón pár zászlót váltott, és azt mondta, hogy a lengyelek legnagyobb ellensége a németség. Tehát a lengyelek, mint szlávok, az érdekeikkel Oroszországhoz kell, hogy kapcsolódjanak. Ugye ő részt vett a 905-7-es forradalom utáni Duma választásokon is képviselőkkel. És tehát mindenféleképpen ő Oroszország sorsához kötötte a lengyel állam helyreállításának lehetőségét. Piłsudski Ausztriához. Amikor kitört a háború, Piłsudskinak az első tette az volt, hogy anélkül, hogy az osztrákoktól erre engedélyt kapott volna, augusztus 6-án a maga egyik paramilitáris zászlójával átkelt a galiciai és a orosz birodalom határán, és úgy gondolta, hogy az oroszok akkor az első napokban kivonták haderejüket a Visztulától nyugatra eső területeken, és úgy gondolta, hogy a puszta megjelenésével ezek az alakulatok forradalmak tudnak kirobbantani a lengyel királyság lengyel lakta területén, de megdöbbent, amikor bevonult Kielcében, akkor zárt ablakok, zárt ajtók fogadták, és ő ugyan kiadott Varsóban egy nem létező nemzeti kormány nevében egy kiáltványt, de végül is, mivel teljesen visszhangtalan volt és eredménytelen a fellépése, az osztrákok parancsot adtak neki, hogy azonnal tagolódjon be a legközelebbi Landsturm alakulatba, és vegye le a katonáinak a sapkájáról a lengyel sast. Szerencsére a konzervatív lengyel parlamenti körök ki tudták azt járni, hogy alakuljon meg egy lengyel légió, egy nyugat-galiciai lengyel légió, amelynek egy Rajmund Baczynski nevű lengyel nevű tábornok lett a parancsnoka, és megalakult egy keleti lengyel légió is, és ebben a nyugati lengyel légióban egy ezrednek a parancsnoka lett József Piłsudski. A háború kirobbanásakor Ausztria ígéretet tett, hogy amennyiben a központi hatalmak nyerik meg a háborút, és ki más nem nyerné meg, ha nem ők, akkor a lengyel királyságot Galíciához fogják csatolni, és létrejön egy önálló lengyel állam. Galíciából és az egy hajdan 1815-ben létrehozott lengyel királyságból. A németek nem ígértek semmit, a németek úgy gondolták, hogy majd a Mittel-Európa keretén belül oldják meg ezeknek a köztes kis államocskáknak a sorsát. Roman Dmowski az eleve szintén Varsóból Pétervárra tette át a Szentpétervárra a működésének a székhelyét, és ő is létre akart hozni egy lengyel alakutatot, egy lengyel légiót, ő is létrehozott egy Pulavi nevű kis városban, de ez
formális volt, 1000 főből állt, ezt betagolták az orosz hadseregbe. Mivel az orosz hadsereg óriási sikereket ért el 1914 őszén, hiszen decemberben már arról volt szó, hogy az orosz csapatok bevonulnak Krakkóba, és esetleg a morvai medencén keresztül majd Bécsig is eljutnak, nem tettek semmi ígéretet a lengyeleknek. Gondolták, hogy ők egészen rövid időn belül úgyis megnyerik a háborút. A háború azonban tudjuk elhúzódott, sőt, hát 1915 tavasz a fordulatot hozott, a gorliciai áttörés májusban és június végére egész Kelet-Galícia felszabadult, majd 1915-ben a lengyel királyság is, ugye az orosz birodalomhoz tartozó lengyel királyságot is a németek szállták meg. A lengyel légió ez alatt az időszak alatt nagyon is kivette magát a harcokból, véres küzdelmeket folytatott, nem csak Galícia területén, hanem Magyarország területén is. A lengyel légió harmadik dandárjait a Máramaros megyében vérzett el 1915 elején. Tehát egy 20 000 fős lengyel légiós alakulat küzdött az osztrák-magyar csapatok oldalán. Most 1915-ben ugye a németek engedélyezték azt, hogy a lengyel királyság területén lengyel nyelvet bevezessék az önkormányzatokban, ismét meginduljon a Varsói Egyetem működése. 1916, ugye nem lehetett tudni, hogy ki nyeri meg a háborút, ezért a 1916. november 5-én kikiáltották a lengyel királyságot a német és az osztrák-magyar politika vezetői. A németek számára fontos volt az, hogy ezzel, hogy kikiáltják a lengyel királyságot, amelyik egy ilyen örökletes monarchia lett volna, de nagyon kérplékenyek voltak, nem voltak meghúzva a határai se, rendkívül nagy gazdasági teljesítő készségre és nagyszámú katonák állítására is kötelezték ennek a területnek a lakóit a német és az osztrák-magyar főkormányzó. Ebben létrehozták az ideiglenes államtanácsot, ebben szerepet vállalt maga Piłsudski. Piłsudski azt mondta, hogy 16-tól kezdve, hogy csak ne, de kijelentette azt, hogy csak nem lengyel nemzeti érdekekért lehet hadsereget felállítani. Tehát az nem lehet, hogy felállítanak egy lengyel hadsereget, és azt elviszik a nyugati frontra. Ez a vita hónapokig folyt, közben 1917. februárjában kitört az orosz polgári forradalom. Annak az évnek a végén a munkás és katonatanácsok érvénytelennek is nyilvánították Lengyelország felosztását. A németek tudták azt, hogy Oroszországgal rövidesen le tudnak számolni. Egyszerűen érdektelen volt az, hogy a lengyelek felállítsanak egy hadsereget, és különféle feltételeket szabjanak ennek a hadseregnek a működésére. Piłsudski számára pedig, Piłsudski tudta azt, hogy a németek el fogják veszíteni ezt a háborút 1917-ben, tehát számára az volt a fontos, hogy valamiképpen ő magát ebből az ő személyét, személye ebből a csapdából tisztán kerüljön ki. Éppen ezért Piłsudski olyan feltételeket szabott Besseler főkormányzónak, főleg az esküszöveget illetően, amelyik eleve elfogadhatatlan volt, és a lengyel légiónak azokat a dandárait, amelyeket a Habsburg birodalom területén áttettek így a megalakult lengyel királyság, tehát az osztrák és német bábáskodással megalakult lengyel királyság területére, ő parancsba adta, hogy a német esküszöveget nem szabad, tehát a német esküt nem szabad letenni. Holott a németek egyre nagyobb engedményeket is tettek ebbe a vonatkozásban. Éppen ezért a németek 1917. júliusában letartóztatták Piłsudskit, és Magdeburgban internálták. Piłsudski számára ezt tudta, hogy ez számára egy remek megoldás. Óriási tekintélye lett általában a lengyelség körében, tehát azok között, a lengyelek között is, akik addig a Dmowskinak a hívei voltak. Dmowski közben 1915-ben, hát a lengyel történelme borzalmasan bonyolult, úgyhogy ezt én is próbálom követni, áttette a működési területét Olaszországba, Franciaországba, ő megalakította a Lengyel Nemzeti Bizottságot,
Tehát ott is az olaszokat és a franciákat, angolokat próbálta megnyerni a lengyel nemzeti eszme, hogy Lengyelországot helyre kell állítani. 1917-ben pedig francia területen részben a német hadifoglyok közül kiválogatták a lengyel származásúakat, azon kívül az oroszok is áttettek egy orosz hadtestet még 17-ben Franciaországba, egy orosz hadsereget, abból is a lengyel származásúakat kiválogatták, és kanadai és Egyesült Államok beli lengyel önkéntesek áthajózásával Európában létrehoztak francia területen is, megszerveztek egy lengyel hadsereget. Tehát 1917 végén több lengyel hadsereg rajzolódott ki. Az orosz hadseregen belül is, ugye a polgári állam, és aztán hát a bolsevik állam orosz hadseregén belül is volt egy elkülönült lengyel hadsereg, Dovbor Musnyicki vezetésével. Tehát a lengyelek azt lehet mondani, hogy mindenféle szempontból készültek fel arra, hogy az európai átrendeződés ne érje őket váratlanul. Azon kívül volt még egy fantasztikus képviselőjük a lengyeleknek, ezt Ignáci Paderewskinek hívták, a világ legnagyobb zongoraművésze volt, aki évtizedek óta bejáratos volt, nem csak a nyugat-európai politikai, legfelső politikai körökhöz, hanem egyáltalán az angol uralkodó is nagy megtiszteltetésnek vette, hogyha Paderewski tiszteletét tette az udvarban, és Paderewski is nagyon tevékenyen bekapcsolódott a lengyel politikába. Tehát Európában nem csak a felosztó hatalmakban képviseltették, tehát Németországban, a széthullott Oroszországban és Ausztriában képviseltették magukat magas szinten lengyel politikusok, és képviselték a lengyel érdeket, hanem Nyugat-Európában is. 1900, az is tudható volt, Piłsudski is tudhatta, hogy az Egyesült Államok bekapcsolódása a háborúban, ez eldönti az Antant javára, mármint Anglia és Franciaország javára az első világháborút. 1918. októberében fontos volt a németek számára, ugye forradalmakkal alásott német császárság számára is, hogy a keleti hadseregeket Ukrajnából, Litvániából épségben haza tudják vinni Németország területére, és éppen ezért Piłsudskiban látták a németek a garanciáját annak, hogy ez valóban megtörténhet. Piłsudskit egy külön vonattal Varsóba küldték 1918. november 10-én, 11-én érkezett meg, és ekkor jelentették be Lengyelország függetlenségének a helyreállítását. 6000 ember állt ekkor Piłsudski rendelkezésére, a határok nagyon képlékenyek voltak, nem lehetett tudni, hogy majd létrejön egy olyan 80-90 ezer négyzetméternyi kis államocska, noha Wilson ugye azt mondta, hogy a lengyeleknek ki kell jutni a tengerhez, azonban a fegyvereknek kellett ezt eldönteni, hogy a lengyelek milyen országot tudnak maguknak megteremteni. Tehát 1918. novemberre Lengyelországnak van 6000 katonája, de azért ott készen áll Franciaországban az úgynevezett kék hadsereg, meg azért Piłsudski még annak idején létrehozott egy fantasztikus hálózatot, összeesküvő hálózatot, a POV-ot, a Polska Organizacja Wojskowa, lengyel katonai szervezet, amelyik behálózta a felosztó államoknak az egész hadseregét, és számon tartotta azt, hogy melyik hadseregben, melyik osztagban hány lengyel van, és kire lehet számítani. Úgyhogy 1919 végén már 900 ezer fős lengyel hadsereg állt készen, és 1920 drámai esztendejében, amikor a Vörös Hadsereg eljut Varsó alá 1920. augusztusában, a lengyelek már több mint 1 millió katonával rendelkeznek, és meg tudják védeni az országot egy esetleges újabb felosztástól. Nem tudom, hogy ennyi elég volt. Köszönöm szépen. Akkor a következő előadónk Roman Kovalszky lesz. 1986-ban a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében szerezte politológus diplomáját,
1988-ban pedig a Lengyel Nemzetközi Ügyek Intézetében végzett posztgraduális külszolgálati tanulmányokat, 2005-ben közszolgálati tisztviselői szakvizsgát tett. Pályafutása során több alkalommal dolgozott a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségén, így például 1994 és 97 között először a politikai osztály vezetője, majd titkár, tanácsos, és végül a nagykövetség ideiglenes ügyvívője volt. 1999 és 2005 között pedig követtanácsos, a konzuli osztály vezetője, a politikai osztály vezetője, majd képviseleti vezető helyettes volt. És 2010. július 12-től pedig a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Itt volt a magyar kavács, akkor most egy lengyel kavács, akkor én leszek, mert ugyanazt a nevem, és furcsa módon én előre is bocsánatot kérem, hogy nem vállaltam komoly témára, mert nem vagyok történész egyrészt, másrészt attól félek, hogy egy kicsit többet most tudok mondani a magyar történelemről, mint a lengyelről, úgyhogy én egy kis magyar témát vállaltam, és nagyon rövid leszek, mert azt tudom, hogy 15 percem van, és biztos fegyelem mindig azt szoktam hangsúlyozni, hogy a sikernek a titka. Úgyhogy, ha megengedik, köszönöm szépen a meghívást, és azt, hogy a lengyel témát is vállalták abban az első világháborús projekt keretében. Úgyhogy, ahogyan mondtam, nem vagyok történész, mi több, úgy érzem, hogy lassan egy kicsit többet tudok mondani a magyar történelemről, mint a lengyelről. Ezért csak néhány észrevételre vállalkozom a lengyel függetlenségről, pontosabban arról, miként jelent a lengyel függetlenség kérdése a magyar politikai közbeszédben az első világháború idején. Egy számomra új és nagyon érdekes nézőpont szeretnék elővezetni, nagy mértékben támaszkodva a Schramm professzor úr és a Kazsminszki professzor, aki itt volt az első demokratikus lengyel nagykövet tanulmányaira alapozva. Emellett persze inspirálóan is hatott rám Gerő András az az észrevétele, melyet a Beatrix is már egyszer mondta pár perccel ezelőtt, hogy milyen furcsa ez a lengyel történelem, hogy éppen mi, akik mint a három vesztes hadseregbe harcoltunk, végre sikerült győzni, és végre ezt a függetlenséget visszaszerezni. Hogy hogyan ez csoda, mi szoktunk egy csodának nevezni, mindig, ha valami sikerül lengyeleknek, az mindig csoda. Utána volt ez a Vistulamenti csoda, most van egy gazdasági csoda van, úgyhogy állandóan a csodákba hiszünk, nem a lengyelekbe, de szerintem rengeteg lehet magyarázni igazi, néha fájdalmas, de tényekkel. Legyünk Lengyelország 123 év után végre visszanyerte ezt a függetlenségét, és újra felkerült az Európa térképére. Magyarország pedig háborút követő helyzete ezzel ellentétben drámai mértékben romlott. Az akkori történések következményei pedig a mára is jelentősen kihatnak magyarokra. Az első világháború kimenetelének és az azt övező narratíváknak ez a radikális különbözősége leegyszerűsítve lengyel részről ez a narratíva a régóta vágyott szabadság visszaszerzése, a magyarok esetében pedig a trianoni trauma elfedi vagy legalább is homályban hagyja a lengyel szabadság magyar aspektusait. E történeti elbeszélésmódok olyannyira eltérőek, hogy eleve kizárjuk a nézőpontok összebikítésének lehetőségét. Pedig érdemes tenni erre egy kísérletet, és kiemelni néhány kevéssé ismert részletet. Tény, hogy az első világháború alatt új lendületet nyert lengyel függetlenségi törekvések történetében nem a lengyel-magyar viszony a legmeghatározóbb elem. Találhatunk ugyanakkor bizonyítékot ebből az időszakból a kölcsönös kapcsolatok újjáéledésére, még ha ebben nyilvánvaló módon elsősorban nem az érdek nélküli szimpátia, hanem egyfajta nemzeti érdekek diktálta pragmatikus megfontolás játszotta a legnagyobb szerepet. Sokan vélték,
úgy, hogy egy független Lengyelország létrejötte, geopolitikailag kedvező helyzetet teremtene Magyarország számára, és ennek nem egyszer hangot is adtak. A már említett itt Tamás Schramm professzor írja az egyik ismert politikai és érzelmesség lengyelek és a magyarok az első világháború idején és az után című tanulmányában, hogy miután 1915 tavaszán a központi hatalmak erői visszaszerezték Kelet-Galíciát és a lengyel királyságot is elfoglalták, új helyzet állt elő. A fejleményeken felbátorodva az oszták lengyel megoldás, vagyis Galícia és a lengyel királyság Habsburg birodalom alatti egyesítésének lengyel hívei terjeszteni kezdték nézeteiket, amelyek Magyarországon visszhangra is találtak. Megalakult többek között a Lengyel Nemzeti Bizottság budapesti képviselete, amelyet Tadeusz Stamirovszky vezetett. Ez a testület, illetve az 1912-ben már létrejött Lengyel-Magyar Klub, melynek Báron Nyári Albert és Divéki Adorján voltak a főszervezői és legtevékenyebb tagjai, egy nagyobb visszhangot kiváltó akciót hirdetett egy 1831-es hasonló fellépés mintájára. A vármegyék és a szabadkirályi városok vezetőit a lengyel függetlenséget támogató határozatok elfogadására szólították fel. 1915. szeptemberre és 1916. januárja között 34 ilyen határozat született. A téma ezzel bekerült a közbeszédbe, sőt ki sikerült elérni, hogy a lengyelek ügyét a magyar parlament is tárgyalja. Andrássy Gyula gróf 1915. december 8-án határozottan kiállt a lengyel függetlenség mellett, de nem az volt az első alkalom, hogy a lengyel ügyben megszólalt. Már 1915. március 10-én, tehát még a garlicei áttörés előtt a Jó béke célja címmel tartott előadásában az osztrák-lengyel megoldás mellett érvelt. Ezt a beszédét szeptember 12-én a Neue Freie Press és a Magyar Hírlap is publikálta. Parlamenti felszólalásában pedig megállapította. Lengyelország ügyének megoldása nem volt célja a háborúnak. Ám a dolgok alakulása folytán napirendre került és érette vált a vitára. Ma már nyilvánosan a köz bevonásával kell foglalkoznunk vele, mondta Andrássy. Majd két alapigazságot fogalmaz meg. Az egyik alapvető hiba volna, ha a háború eredményének megállapítása után a történelmi Lengyelország Oroszországhoz kerülne. A másik nagy igazság, amelyről úgy vélem ma már lehet beszélni, hogy Lengyelországot nem szabad többé kitenni egy új felosztás veszélyének. Lelkesültség és szimpátia érződik ki Andrássy gróf szavaiból, amikor ezt olvassuk. Lengyelország történelme és múltja nyomorúságos. Lengyelország csak úgy, mint régebben Magyarország, felosztott, idegen járam alatt nyög. Át kell éreznünk, mit jelent ez egy nemzet számára, milyen szenvedés és ez milyen fájdalom. Erkölcsi kötelességünk ezt felfogni és baráti kezet nyújtani a lengyeleknek. Ez 1915-ben mondta Andrássy. Hasonló hanvételő felszólalásokkal járult hozzá a vitához több országgyűlési képviselő. Köztük, nem tudom pontosan magyarul, hogy Gesfein, az volt a neve a képviselő úrnak, Sándor, gróf Aponyi Albert, Huszár Károly, Szabó István, vagy Földes Béla. Andrássy Gyula gróf kezdeményezésére 1916. júniusában ismét szó esett Lengyelországról a magyar parlamentben. Beszéde nem csak szimpátiáról, hanem a lengyel problematika alapos ismeretéről tanúskodik. Feljegyzések szerint felszólalását Hasszú Taps követte, s újra vita bontakozott ki, amelyben gróf Tisza István miniszterelnök is állást foglalt. Határozottan ellenzett minden, a fennálló osztrák-magyar status quót felborító javaslatot, így a trializmus ötletét is elvetette.
Ugyanakkor megemlített egy lehetséges másik osztrák-lengyel megoldást, amelyet azonban nem fejtett ki akkor. Hát időközben változott a politikai helyzet Európában, és 1916-ban a központi hatalmak kialakították Lengyelországgal szembeni politikájukat, s Magyarország is igyekezett hangot adni véleményének. Ezúttal gróf Batthyány Tivadar, a függetlenségi párt politikusa volt a hangoda, aki korábban már egy határozatot is elfogadott pártjával Lengyelország újbóli felosztása ellen. Majd egy olyan független lengyel nemzetállam mellett foglalt állást, amelyet dinasztikus szálak az osztrák-magyar monarchiához kötnének. Nem sokkal később, szintén 1916 őszén Ugran Gábor, a liberális párt tagja szólalt fel a témában, aki éles kritikával illette a lengyelekkel szembeni osztrák politikát, amely mind vélte Németországnak kedvez. És valóban így volt, hiszen a lengyel királyság életre hívása 1916. novemberében sokkal inkább a német Mittel-Európa elképzelésekkel vágyott egybe, mint az osztrák-lengyel eszmével. Így a magyarok jobbára elégedetlenül reagáltak. Batthyány gróf például követelte, hogy egy jövőbeni Lengyelországnak Galícia és Poznány vonzás körzete is a része legyen. Történeti forrásokból tudható, hogy nem hivatalosan gróf Andrássy Gyula is emellett érvelt. A magyarok ezután is kiálltak a véleményük mellett, például Batthyány Tivadar is élesen bírálta a Brest-Litovszki békeszerződést, amellyel Heumet Ukrajnához csatolták, és Csernyit grófat az osztrák-magyar külügyminiszter tette ezért felelőssé. 1918 tavaszán Batthyány Tivadar és Andrássy Gyula ismét követelésként fogalmazták meg a monarchián belül megalakuló független Lengyelországot, illetve az osztrák-lengyel megoldást. Az erre vonatkozó elképzeléseiket azonban nem részletezték. Látható tehát, hogy Lengyelország függetlensége érdemben megfogalmazódott és diskurzus formála idea volt az akkori magyar politikai közbeszédben. Természetesen a lengyelek melletti kiállás nem tiszta idealizmuson alapult. A fent idézett szónakok nem titkolták, hogy Lengyelországban a panszlávizmus ideológiájának és Oroszország expanziós törekvéseinek gátját látják. A Közép-Európát és a Balkánt fenyegető orosz veszélynek kitett Szent Istváni magyar állam megóvásáról gróf Andrássy Gyula így beszélt 1915. márciusában. A lengyel nemzet új erőként Közép-Európát szolgálná a kelet hegemóniája ellenében. 1916. júniusában pedig kijelentette: Lengyelország felosztásával a pánszlávizmus karjaiba lökjük a lengyeleket, ami a magyarok szempontjából az elképzelhető legnagyobb hiba lenne. Az, hogy a lengyelek nem álltak a pánszlávizmus eszméjének szolgálatába, a legtöbb, amit egy idegen nemzet értünk tehet. Hát volt tehát egy határozott elképzelés arról, hogy a több tízmillió lakosú akkor Lengyelország, amely ráadásul részben a magyaroknak, pontosabban az osztrák-magyar vezetőknek köszönhetné önállóságát, védelmet jelentene egy esetleges újabb orosz agresszióval szemben. Batthyány ezen túlmenően a németek gazdasági és politikai ellensúlyaként is gondolt egy új lengyel államra, amelynek kimondottan sürgette létrejöttét. A történelem alakulása, mint tudjuk, nem adott lehetőséget ezeknek az elképzeléseknek a megvalósítására, amelyeknek a monarchia végnapjaiban már semmilyen realitásuk nem volt. A lengyeleknek és a magyaroknak egyaránt fordulatot hozza 1918-as év, után pedig a kölcsönös szimpátiára való hivatkozás is problematikussá vált. Ennek ellenére
Az új magyar kormány Károlyi Mihállyal az élen számított a lengyel támogatásra. Az összefogásra akadt oda közös érdeknek a csehszlovák és ukrán területi követelésekkel szembeni fellépés tönt. Később a világháborút lezáró békeszerződés kidolgozásakor Lengyelország jelentette Magyarországnak az egyetlen kapaszkodót, a lengyelek viszont nem engedhették még maguknak, hogy Magyarország érdekében szembeszegüljenek az antant hatalmakkal. Ez sokban csalódást keltett, és nem csak Magyarországon, mert például magyar barát lengyel körök még 1930-as években is gróf Andrássy Gyula érdemeit, a lengyel ügy egykori támogatását hangoztatták, kiemelve a trianoni békediktátum igazságtalanságát. Ez a hozzáállás természetesen nem nélkülözte a propagandisztikus elemeket, és teljes ellentétben állt azzal a külpolitikával, amit Lengyelország ekkor úgy európai pozíciójának megfelelően követett. A lengyel államérdek mást kívánt, és ezen nem csodálkozhattuk. Míg tehát az első világháború idején a magyarok kifejezhették politikai támogatásukat a lengyel ügy iránt, hiszen ez a magyar érdeknek is megfelelt, a háború utáni Lengyelország körülményei egy ilyen kiállást nem tettek lehetővé. A magyar barát érzelmek ugyanakkor széles körben tovább éltek, és összefonadtak a politikai természetű szempontokkal, még ha nem is mindig fették egymást. Úgyhogy úgy látom, hogy az érdekek és az érzelmek ilyen egybeesése, illetve szétválása figyelmet érdemel, és árnyalhatja tudásunkat egy mindkét ország számára radikális változáshoz a korszakról. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! És akkor bemutatnám Pálfalvi Lajost, aki az ELTE magyar-lengyel-orosz szakjain tanult 1979 és 84 között, az egyetem elvégzése után pedig a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában dolgozott. Emellett óraadóként lengyel irodalomtörténetet tanított az ELTE lengyel tanszékén, illetve két szemesztert Krakóban töltött, ahol magyar irodalomtörténetet tanított a Jagelló Egyetem magyar tanszékén. Félállásban lengyel irodalom és művelődés történetet oktatott Pécsen, a szláv filológiai tanszék lengyel szekciójában. 1999. szeptembere óta pedig Pilis Csabán a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lengyel tanszékén tanít. A 80-as évek közepe óta foglalkozik lengyel irodalom történettel, műfordítással. 1995-ben megkapta az irodalomtudomány kandidátusa címet. Megalakulásakor tagja volt az Átváltozások című világirodalmi folyóirat szerkesztőségének, és 2000. szeptembere óta a Nagyvilág rovat vezetője. Akkor át is adnám a szót. Köszönöm a meghívást. Azt külön köszönöm, hogy történészek meghívtak erre a rendezvényre, elismerve azt, hogy a irodalom és eszmetörténeti megközelítésnek is lehet jelentősége. Megpróbálok néhány Magyarországon nem ismert alapfogalmakat a lengyel romantika változatairól és titokzatos utóéletéről elmondani, amelynek a függetlenség kivívása is tulajdonképpen egy része. Most elég, ha csak 50 évet megyünk vissza 1918-tól. Fél évszázad alatt a lengyelek a bukott szabadságharc eljutottak a győztes szabadságharcig, de közben történt ez alatt a fél évszázad alatt néhány dolog. A 1863-as elvesztett szabadságharc után a vereség hatására megkísérelték meghaladni a romantikus paradigmát. Tehát a lengyel irodalomban a romantika az lezárul az irodalomtörténészek szerint, de majd az utóéletéről később. Létrejött egy nem romantikus lengyel kultúra, amit nevezzünk összefoglalom pozitivizmusnak,
Majd néhány évtized alatt a belső ellentmondásai annyira kiéleződtek, hogy ezt felváltotta a modernizmus valamikor 1890-es évek közepén. Ez visszatért a romantikához, de ez a romantika, ez már modernista reinterpretációban jelent meg, és ez vezetett el a győztes szabadságharchoz. A lengyel romantikának van egy olyan jelzője, hogy türtájoszi, ami Magyarországon ez a fogalom így nem létezik. A türtájosz a spártai költő volt, aki harci elégiákat írt a Krisztus előtti 7. században, és általában az volt a kedves téma, hogy mind halálig helytállni a csatasorban, de van egy olyan mondata, amit a magyar és a szerb irodalomban mindenki jól ismer, ez pedig így szól, hogy édes és dicső a hazáért meghalni. Ugye ezt a Eszterházitól és a Danyiló Kistől mindnyáján ismerjük. Tehát a Lengyelországban a nagy megpróbáltatások hatására ez a fajta romantika alakult ki, amiben dominálta a társadalmi, a nemzeti és a közösségi, ellentétben azzal, amit nevezhetünk egyéninek, személyesnek, intimnek vagy privátnak. Tehát összefoglalóan a lengyel romantika az a közösségi élet metafizikája uralma alá került, és ezt egy kicsit kitágítjuk, akkor a 18. század végétől volt egy két évszázados nagy romantikus ciklus, aminek az egyik tetőpontja 1918 volt, és valamikor 1990 körül ért véget, és azóta a lengyel kultúra teljesen átalakult, és a korábbi fogalmakkal nem értelmezhető, és eléggé nehéz a megértés. A nagy romantikus ciklus úgy néz ki, hogy a 20. században volt három nagy hulláma, az egyik 1918-ban, a másik 1939-ben, az utolsó pedig 1980-ban. A függetlenségi törekvések újjáéledése már 1913-ban, ugye a januári felkelés 50. évfordulóján érezhető volt, de mint kiderült, nem ez volt az utolsó nagy lengyel romantikus felkelés. Most nézzük meg, hogy milyen romantikát tagadtak meg a lengyelek, és milyen romantikához tértek vissza. Mert amikor megszakad a folytonosság, akkor nem ugyanott folytatja az adott kultúra. Tehát a lengyelek 1918-ban nem az 1863-as felkelést nyerték meg némi megkéséssel, és nem az a romantika élet újja, ami lezárult 1863-ban. Fogalmazhatnánk úgy, hogy megbukott a Mickiewiczi messianista romantika, majd 30-valány évvel később újjáillett a szlovácki féle orfikus romantika. Mind a két szerző annyira paradox gondolatokat fogalmaz meg, hogy ezeknek társadalmi hatása nem lehet, nem lehet tömeges befogadásuk. A lengyel romantikus kultúra azért vált ilyen kiterjedté, mert Senkievicsnek köszönhetően a romantika lebutított változata is elkészült, és ez viszont mindenki számára befogadható volt, és meghatározta a lengyelek viselkedési sztereotípiáját. Csak mondok egy példát, Senkievicstől ered az, amit a lengyel feministák úgy neveznek, hogy Lengyelországban a nemek közti szerződés a dáma és a lovag kapcsolatán alakul. A Senkievicsi séma az, hogy a lovag először megmenti a hazát, hőstetteket hajt végre, majd a dáma megjutalmazza ezért. És aki a lengyel történelemben nem felelt meg ennek a lovageszménynek, azt a dáma nem tekinti méltónak. Mondok egy példát, amikor a Visztulai csoda zajlott, ugye ezt hallhattunk erről, 1920-ban a 16 éves Vitorl Gombrowicz abban a korban volt, hogy önkéntesként harcolhatott volna az oroszok ellen, de nem volt kötelező. Tehát ha 17 éves lett volna, akkor kötelező lett volna, ha 15, akkor ha akart se volna harcolhatott, de 16 évesen harcolhatott volna, ha akar. És végig kellett gondolnia, hogy vállalja, vagy meg akar-e halni Lengyelországért, és arra az elhatáros jutott, hogy nem akar meghalni, minek következtében mindenféle lovagi becsületétől megfosztották, és amikor Varsó utcáin járta, a varsói kisasszonyok megállították az utcán, és felelősségre vonták, hogy miért nem vagy a fronton. Tehát ezeket a romantikus elvárásokat nagyon komolyan számon kérték a lengyeleken.
Térjünk vissza a romantikának a megtagadott és nem változatához. Mickiewicz romantikáját 100 évvel a születése után, 1898-ban Vlagyimir Szolovjov egy nagy beszédben méltatta, arról beszélt, hogy Mickiewicz emberfeletti szintre jutott. És három lépcsőn ment végig. Az elsőt úgy nevezte, hogy a természetes patriotizmus, amikor valaki küzd a hazája függetlenségért, le akarja győzni az ellenséget. Ez a korai művében a Korán Valéróra jellemző. Utána jön, amit nemzeti messianizmusnak lehet nevezni. Itt már a függetlenség kivívása bekapcsolódik az emberiség megváltásának a művében. Ez egyébként ennek a romantikák egyik legproblematikusabb pontja, a lengyel történelem biblikus értelmezés, hogy Lengyelország a sírban van, de majd föltámad a krisztusi történetet megismétli, mert a Freiféle kettős tükör szerint a Bibliát csak úgy lehet olvasni, hogy az Ószövetségből vonatkoznak előreutalások az evangéliumra, és a típusok, ugye a típus nem azt jelenti meg, mint a köznyelben, hanem valami olyasmi, hogy előfutár, az a nála nagyobb eljövetelét jelzi. Tehát Mózes lehet Krisztus típusa, Keresztelő János lehet Krisztus típusa, de Krisztus nem lehet Lengyelország típusa. Úgyhogy itt a lengyel nemzeti messianizmusnak van egy ilyen blaszfém rétege. A következő fokozat ezt Szolovjov vallási messianizmusnak nevezi. Itt már a nemzeti célokat teljesen alárendeli az egyetemes céloknak, és a kereszténység egyetemes megújulását hirdeti. Ez az a korszak a Mickiewiczsnek, ugye, amikor a Toviánszki szektában politizált, ami sokan úgy fogják föl, hogy feladta a lengyel szabadságharc céljait, Szolovjov szerint univerzálissá vált. Mielőtt tovább lépnék, szeretném hangsúlyozni, hogy a lengyel-orosz ellentétről ugye mindenki nagyon sokat tud, de a 19.-20. század fordulójára és a 20. század elején színvonalas párbeszéd folyt az orosz és a lengyel elit egy része között, amit azt tett lehetővé, hogy az orosz szellemi élet is nagyon jól felosztható. Szolovjov a bizánci klérus három típusára hivatkozott ugyanebben az írásában. Azt állította, hogy a bizánci klérusban vannak ortodox katolikusok, katolikus ugye egyetemes értelemben, nem római katolikus értelemben. Ezekkel természetesen szót tudnak váltani a lengyelek. A következőket úgy nevezte, hogy ortodox antikatolikusok, ezek az orosz birodalom szolgálatába állították a vallást, ezek nacionalisták. A harmadik típusokat eretnekeknek nevezi, akik szétválasztják az isteni és az emberi elvet. A lengyeleket csak a középső típus, az ortodox antikatolikus taszította, a másik kettővel nagyon színvonalas párbeszédet tudtak folytatni, illetve még a lengyelek is ihlették őket. Ugyanez a Szolovjov az Oroszország és az Egyetemes Egyház című művében nagyrészt lengyel hatásra szembeállítja a keleti-nyugati egyházat két szent példáján, Szent Miklós és Szent Kasszianus, oroszul Szent Nikolaj és Szent Kasszián. A két szent története úgy szól, hogy egy sáros úton egy parasztszekér megsüllyedt, és a két szent látta, Szent Kasszianus vigyázott a fehér ruhájára, nem ment be a sárba, megőrizte a tisztaságát, 4 évente február 29-én hálából megemlékeznek róla a keresztények. Szent Miklós viszont belegyalogolt a sárba, kiragadta a szekeret a pocsolyából, nyakig sáros lett, de segített a másik emberen, ezért évente 4-szer ünneplik a névnapját. Ezt a történetet az egyik korban nagyon divatos orosz vallásfilozófus Mereskovszki mesélte el egy fiatal lengyel Tolsztoj Jánosnak, József Csapszkinak, aki
Tolsztoj Jánosként nem tudta eldönteni, hogy harcoljon a lengyel függetlenségért ebben a bizonyos győztes szabadságharcban, vagy vállalja az erőszakmentességet, és Szentpéter Péter váron kóborolva az utcán meglátta Mereskovszkij nevét, egy becsöngetett hozzá, és föltette neki ismeretlen ezt a kérdést, aki ezzel a történettel válaszolt neki, és Csapszki egy héttel később már géppuskával a páncélvonaton ült, és részt vett a szabadságharcban. Tehát a lengyel romantikának ez a szabadságharcos aktivizmusa, ez mindvégig megvolt. Próbáljuk ezzel szembeállítani a pozitivizmust, mint a romantika alternatíváját. Felkelés helyett ugye az organikus munkát, a legális tevékenységet helyezték a középpontba, ami javítja a nemzet belső szervezettségét, növeli a gazdasági erejét. Ehhez képest mindenféle konspiráció, egyéb tevékenység, csak látszat, cselekvés nem hoz valódi eredményt. A pozitivizmus közepén a scientizmus áll, tehát nincs már romantikus messianista történetfilozófia, ha az ember a majomtól származik, akkor a gondviselés nem avatkozik be a történelembe. A történelem ugyanolyan, mint a természet, minden szükségszerű, determinált és evolúciós, tehát minden szakasz előrelépés. És az anyagi tényezők játszanak döntő szerepet a történetben. Ha ezt valaki Franciaországban így képzeli a történelmet, annak nincs semmi jelentősége. De ha valaki Lengyelországban így gondolkodik, akkor ezen a fejlődés, hogy eltűnt a lengyel állam, hogy az oroszok fejlettebbek lennének, azért győzik le. Lengyelország eltűnése egy újabb lépés lenne az evolúciós folyamatban. Ezek az ellentétek felrobbantották ezt a paradigmát, és a romantika rehabilitálásával oldódott meg ez a helyzet. És innentől kezdve a lengyel szellembe, vagy a lengyel kultúrába két eszme hat, egy romantikus és egy antiromantikus. És ezt a két eszmét két olyan személyhez kötik, akinek a neve itt már elhangzott többször is. Amikor 1904-ben kitört az orosz-japán háború, és a lengyelek ugye látták, hogy a nemzetközi konstelláció kedvezően alakulhat, József Piłsudski megjelent Tokióban, mert a japánokban felmerült, hogy ha valami diverziót végeznének a hátországban a lengyelek, vagy szabadságharcot robbantanák ki, az növelnék az esélyeiket. Döbbenve tapasztalt, hogy Dmowski megelőzte. Tehát, hogy ő is megjelent. Ezt a két embert valahogy úgy lehetne szembeállítani, hogy Dmowski az a scientizmusból fakadó nemzeti egoizmus hírnöke, Piłsudski pedig a baloldalban gyökerező, átértelmezett romantikának a hírnöke. Dmowski a bekebelezés politikáját hirdeti, Piłsudski a föderáció politikáját. Nézzük először a Dmowskit. Dmowski úgy gondolta, hogy a lengyel érdekek közel állnak az oroszokhoz, tehát amíg a függetlenség irreális cél, addig orosz uralom alatt lehet egyesíteni a lengyel területeket. Elhangzott már, hogy nem tartotta az oszták és az orosz megszállást veszélyesnek a lengyel identitásra, a németet annál inkább. A németek ellen hangolta azt is, hogy az egész fejlett világ, tehát Franciaország és Anglia, a németek elleni harcra készült, és a lengyeleknek, tehát hagyományosan úgy érzik, hogy a franciák és az angolok mellett van a helyük. A német ellenes politikát odáig vitte, hogy még az orosz birodalmon belül is a német hatásokat próbálta csökkenteni, és ilyen szláv barát szervezkedést indított el. Úgyhogy amit én mindig azt hittem, amit itt is elhangzott, hogy a lengyelek a pánszlávizmus ellenségei, vannak kivételek, tehát Dmowskijék politizáltak szláv alapon
az orosz birodalomba. Amit ezzel a, hogy Németországot tette meg a fő ellenségnek, ez egy ilyen kopernikuszi fordulatot idézett elő a lengyel gondolkodásmódban, hiszen visszatért, amikor megszűnt Lengyelország, akkor a Jagelló-féle sok nemzetiségű, sok vallású, nagy keleti területekkel rendelkező ország született meg, amelyik eltávolodott a mai Nyugat-Lengyelországban lévő területektől, amelyek sokáig a németekhez tartoztak, nem a nyugati határ volt a fontos. Most, hogy Moszkvi ezt kitalálta, rögtön megint aktuálisan vált a középkori Lengyelország, és a leendő lengyel-német határ vált nagyon fontossá, illetve ledőlt az egész lengyel védőbástya mitológia. Ugye a Lengyelország a kereszténység védőbástyája, tehát a keletfelől védi a kereszténységet. Ha viszont Németország a legfőbb ellenség, akkor Lengyelország, ugye ezt a két világháború közt úgy fogalmazták meg, hogy ilyen forgatható védőbástya, hogy ilyen átprogramozott védőbástya, egy idő után lehet, hogy ilyen önmagát védő bástyává változott. Piłsudski ennek az ellentéte, az ő tevékenységét magyarázták romantikus irodalmi ihlettel. Tehát Piłsudski Mickiewiczből indult, a megalkuvás abból indult ki, hogy megalkuvás nélkül kell küzdeni a rabság ellen, tehát az egész társadalmat próbálta mozgósítani. Amikor 1905-ben kudarcot vallott, akkor a Mickiewiczi hagyományt elutasítva a szlovácki féle romantikába találta meg az ihletet, ami már nem egy ilyen nagy társadalmat mozgósító valami volt, hanem a hadsereg, mint a kiválasztottak csapata. A késői szlovácskinak nagyon paradox gondolata és művei vannak, például a Szellemi genezis című mű, amiben a heroikus életet dicsőíti, és a erkölcsi szépséget énekli meg. Nagy vezetőkről ír, akik a nemzetnek hatalmas szenvedést okozva viszik előre a történelem során egyre magasabbra, mert az egész folyamat egy ilyen spirituális átlényegülésként fogható fel. Maria Dombrovska, lengyel írónő, azt mondta, hogy az ő szemébe Piłsudski nem is államférfi, hanem költő, romantikus és színész, aki a véletlen serpenyőjébe vetette a világát alkotó művészi látomását. Itt van vége az idézetnek. Tehát ebből a romantikus vízióból született meg a második köztársaság. De mivel mint az elején utaltam arra, hogy nem az 1863-as felkelés nyerték meg a lengyelek 1918-ban, ezért a újjászületésben már az antiromantikus paradigma is nagyon fontos szerepet játszott, és a megalakuló Lengyelország az közelebb áll Dmowski pragmatizmusához, mint Piłsudski látomásához. A proféciák ugye általában nem szó szerint valósulnak meg. Lengyelország valóban újjászületett, de nem az, amelyik a 18. század végén elpusztult, nem a sok kultúrájú Jagelló Lengyelország, hanem a beszűkült középkori egyvallású Piast Lengyelország. Természetesen ez még 1918-ra nem teljesen igaz, csak 1945 utánra. Erről írta Jerzy Stempolski, hogy az új Lengyelország sok reményt valóra váltott, és sok tekintetben csalódást okozott, nem csak a lengyeleknek, hanem a környező népeknek is. Amikor a lengyel történelemben ilyen beteljesedett proféciák vannak, akkor szinte mindig megfogalmazzák a csalódást. A legszélsőségesebb nyelven ezt Izabella Filipiák tette meg 1994-ben, amikor a függetlenségét visszanyert Lengyelországról azt mondta, hogy ez nem a nemzetek Krisztusa, hanem a nemzetek Frankensteinje. A
Tehát az 1918 után Lengyelország természetesen nem volt szörnyállam, vagy nem volt fantomállam, és Piłsudskitől sem csak romantikus ihletet lehet tanulni, hanem befejezésül egy példát szeretnék mondani, ami Magyarországon is nagyon megszívlelendő politikai bölcsesség lehetett volna. Valamikor 1914-ben tartott Párizsban egy előadást, amiben megfogalmazott egy ilyen tézist a közelgő háborúra, hogy a győzelem nyugatról érkezik. Előbb Közép-Európa és a németek megverik az oroszokat, utána Nyugat-Európa és Amerika megveri a németeket. Ennek megfelelően a lengyel politikát szakaszokra kell osztani, és mindegyik szakaszban más-más politikát kell folytatni. És mivel Lengyelország az első világháborúban ezt betartotta, így elérhette a célját. Ugye tudjuk, hogy a magyarok mind a két világháborút ugyanazon az oldalon küzdötték végig, siralmas eredménnyel. Tehát de ez a Piłsudski-féle lecke, ez egyébként a lengyelek is elfelejtették a második világháborúra, mert amilyen végzetes a háború elején szemben állni a németekkel, ugyanolyan végzetes a háború végén a németek mellett lenni. Köszönöm szépen. Akkor szeretném megkérdezni, hogy valamelyikük szeretne reflektálni bármelyik előadásra. Hogy merném hozzászólni. Én nem is tudtam, hogy mennyire komplikáltak vagyunk. Fantasztikus volt, köszönöm. Esetleg valamelyikhez hozzászólnom. Itt hogy... Ja, bocsánat. Ja. Az azért valahogy kiderült, de azért húzzuk alá, hogy a lengyel történelemben, főleg a 19. században a meghatározó szerepet a nők játszották. Ugye minden 20 évben kirobbant egy szabadságharc vagy felkelés, összeesküvő Galíciát az 1830-40-es években elképesztő összeesküvő hálózat szőtte át, amire mindig az osztrák megtorlás lesújtott, hihetetlen tömegű titkos rendőrt kellett alkalmazni, és ez egyébként igazolja, hogy kellett is éppen a lengyel összeesküvéseknek a hihetetlen burjánzása, és ez a nőknek volt köszönhető, ugye, akik elküldték a fiaikat, férjüket, szeretőjüket meghalni a hazáért, ezt patetikusan mondom. Épp a lengyel intézetben van egy kitűnő rendezvénysorozat a Tanórák a szabadságról címmel, és ennek két héttel ezelőtt egy Václav Felcsák nevű személy volt a főhőse. Václav Felcsák a háború alatt a Varsa és London közötti futárbázis parancsnok helyettese volt, egy 8 gyermekes családnak a legifjabb tagja. 4 testvérét elveszítette a háborúban, és 45-ben, amikor a hitleri megszállást felváltotta a sztálini megszállás, akkor elhatározta, hogy hű marad az esküjéhez. De először zöld határon, tehát hazaszökött, hazajutott, és az édesanyját megkérdezte, hogy mit tegyek. És azt mondta az édesanyja egészen röviden. A dédapád részt vett az 1831-es szabadságharcban, Szibéria lett a sorsa. A nagyapád részt vett az 1863-as szabadságharcban, Szibéria lett a sorsa. Tudod, hogy mit kell tenned? És azt mondta a Felcsák, hogy elborzott. Elborzott attól, hogy egy anya, aki elveszíti 4 gyermekét, most tulajdonképpen az 5. is halálba küldi, mert kis hián, ugye, aztán 48-ban letartóztatták, és 51-ben ugyan az ügyész halált kért a fejére, de végül is életfogytiglani börtönre ítélték. És volt a lengyel költészet legnagyobb alakja, ugye Mickiewiczen túl is, ez Ciprián Kamil Norvid, és ő mondta, hogy 11 kötetes életművet hagyott hátra, ebből egy vékonyka kötet jelent meg csupán életében, és ő mondta, hogy ő neki nagy vágya lenne drámát írni a lengyel nőről, illetve egy másik témája is lenne, ezt már nem annyira értem, de most már próbálom felfogni, mert Bemmel foglalkozom évtizedek óta, a másik az Bem, akiről drámát írna.
Tehát itt tényleg ki kell a nőknek a fantasztikus szerepét a Lengyelország történetében, akár a II. Világháborút, a varsói felkelést is vizsgáljuk. De azt hiszem, ugyanilyen szerepet játszottak a magyar nők is itt épp a Madersbach familiával foglalkozom, ugye, egy műszaki zseni volt a reformkorban, Madersbach Károly, aki megtervezte egyébként a Pest és Buda közötti hídat, csak Clark Ádám nyerte meg a pályázatot, holott szerintem a tervekből ítélve át, amennyire egy laikus ítélheti a Madersbach terve, nem volt sokkal rosszabb, de ők a szabadságharcban nem aktívan, de elkötelezték magukat természetesen a szabadságharc ügye mellett, és vendégül látták a menekülő Bemet. Ennek az lett a vége, hogy a feleséget, a Buchwald Franciskát egy gyalogsági négyszögben mesztelenre vetköztették, és megkorvácsolták. És a férj Madersbach Károly utána fölvonult a ruszkabányai olvasztóhoz, és a mozsárba beletette a fejét, és öngyilkos lett. A felesége túlélte, és az egyik vádpont a Buchwald Franciskának az volt, hogy két fiát is elküldte a lázadókhoz. Ugye János a 9. honvédzászlajban harcolt, Viktor pedig egy másik honvédzászlajban. Ezt csak azért mondom, hogy azért a magyar nők is megérdemlik a tiszteletet. Köszönöm szépen. De komolyan, nagyon komplikáltak vagyunk, ahogyan hallottam. Nem is gondoltam róla, mint a lengyelről olyan komplikált mondan. Lehet, hogy valami sikerült 123 év után visszanyerni szabadságot. Ez egy kicsit véletlen is volt, mert ez a háború, hát furcsán hangzik, de segített. Nagykövet úr, a lengyelek nagyon felkészültek, minden változatra felkészültek, és bárhogy is alakul a háború. Nem akarok vitatkozni professzor úrral, de Lengyelországban állandóan folynak a viták, hogy mennyire értelmes ezeket a felkeléseket állandóan kezdeni, mert a Lengyelország történelme az felkelések történelme. Mindig valami nem tetszett, mindig ellenálltunk. Végső sorban közös Európában úgy vagyunk, mint a többiek, akik nem ellenálltak. Úgyhogy ez pedig mit vesztettük időközben, most nem csak ez az idő, de mondjuk a varsai felkelésről is folyik a vita, hogy mennyire kellett, mennyire nem kellett. De mondom, szerintem 123 év után visszanyerni a szabadságot az egy valami... Ez egy csoda. Valami csoda volt, igen. És én csak azt akartam mutatni, hogy a magyaroknak is van benne valami, úgyhogy ez mindig úgy volt. Én azért emeltem ki csak külön az, hogy Piłsudski, amikor megérkezett Varsóban november 11-én, akkor 6000 főnyi serege volt, és egy év múlva 900 ezer lengyel állt fegyverben. Tudjuk, hogy Magyarország annyira felkészületlen volt az akkori magyar politikai elit, amit próbálnak csak Károlyra kenni, hogy ugye októberben volt 1.200.000 fős hadserege Magyarországnak, a határokon túl, és pár hét múlva nem volt hadsereg. Szóval ez aztán a dilettantizmus, a felkészületlenség, felelőtlenség csimboroszója. Hozzátetni. Ugye itt elhangzott az előbb, hogy ezek a gondolatok ma is élnek Lengyelországban, és ezek a típusok léteznek. Most mondok egy látványos példát. Én most nagyon szembeállítottam Moszkvit meg Piłsudskit, tehát hogy az egyik ugye a lovagi Lengyelország, a másik meg a lovagiatlan Lengyelország, a plebejus, biologista, ateista nacionalizmus, a másik pedig a romantikus föderáció. És néha én az embereket, így lengyeleket kategorizálom ez alapján, és múlt héten egy katowicei irodalomtörténész tartott előadást Pilis Csabán, előtte való nap találkoztam vele, és amikor bevonult a fekete kutya kocsmába, szabad Ukrajna vagy halál feliratú pólóba, akkor hogy el tudtam helyezni a Piłsudski oldalon. Sajnos vagyunk. Nem kell nekem kommentálni. És még valami, hogy a lengyelek a 123 év alatt nagyon mély ismereteket szereztek az oroszokról, és ezt a tudást
soha nem akarja elismerni Európa, ezt Miloš úgy nevezte, hogy a meg nem értett Kasszandra panasza. Még Joseph Conrad is, akit egyetlen egyszer tekintettek lengyelnek, amikor megírta a Nyugati Szemmel című orosz tárgyú regényét, és rögtön azzal támadták, hogy lengyel elfogultságok vannak. Nagyon sok példát tudnék arra mondani, amikor a lengyel könyvpiacon nagyon jó orosz értelmezések jelennek meg, és a német határon lezárul az útjuk, a lengyel irodalom nagy része Németországon keresztül jut el a világ minden pontjára, és az orosz témájú könyveket sorra leállítják. Most valószínűleg egy olyan pillanat van, amikor Ukrajna példáján az oroszok bizonyítják azt, amit mindig is hirdettek róluk a lengyelek, hogy inkább tekintik magukat Európa vetélytársának, mint Európa részének. Ez mennyire aktuális? Esetleg lenne közönség sorában valakinek kérdése? Jó, akkor nem tudom, hogy még van-e felültésük nyugodtan. Csak valaki reagált. Ha már Pilsudskyról volt szó, és az, hogy a költő működött Pilsudskyban, ugye Szolvacki volt a kedvenc poétája. Engem fölkértek, hogy tudnék-e ajánlani az első világháborúról szóló lengyel regényt, vagy lengyel prózai alkotást. Hát ami magyarul megjelent, a Kusnyevicsnek megjelent két jó regény, ez való igaz, a két Szicília királya és a másik a volt nyelvek órája, de azon kívül, ami eszembe jutott, Pilsudskynak egy fantasztikus visszaemlékezése, prózakötete jelent meg az Én első harcaim címmel, amelyik prózának is rendkívül olvasmányos, tehát egy regényként is lehet olvasni, ugyanakkor nagyon jó, plasztikus képet ad azokról a harcokról, amelyek Galíciában folytak 1914-ben, amikor Krakó veszélybe került. És amikor a lengyel, annyira kedvelték az osztrákok a lengyel légiót, hogy csak egy lövetű puskákkal látták el őket, nem volt géppuskájuk, nem volt telefonjuk, úgyhogy ezt Pilsudsky kiemeli, hogy a frontnak volt egy magyar parancsnok, aki ellátta őket géppuskákkal és telefonkészülékkel. Szeretném megköszönni a figyelmet mindenkinek, és előbb-utóbb, hát olyan kb. Egy-két hónapon belül hasonló rendezvényben lesz részünk. Bízom benne, hogy akkor is eljönnek erre az alkalomra. Köszönöm még egyszer a figyelmet, előadóinknak az előadásokat. További szép estét kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen.